Oszkár párnaposan került hozzám 2003. májusában. Cumis üvegből neveltük, úgyhogy ő is a Váci menhelyről származik. És 12 éves volt, amikor azt láttam rajta, hogy nagyon-nagyon szereti csinálni, nagyon-nagyon örömmel jön be a csoportba, de már a 40 perces foglalkozás sok neki, és akkor nyugdíjba vonult. Aztán ilyen 13 és fél éves korában, tehát egy évvel ezelőtt kezdett el nagyon-nagyon lefele menni. Most arra már egyik fülére biztosan süket, én szerintem már csak árnyakat lát. És hát ezt elfogadni azért nehéz. Meg hogy most már rigolyásabb, már nem úgy bírja a dolgokat, már hogyha valami olyan éri, ami számára kellemetlen, akkor azért hosszabb ideig tart feldolgozni. Ugye Oszkárnak elég nagy szerepe van abban, hogy én kutyakiképző lettem. Ez a sok kutya azért van, mert hogy terápiás felvezetőként én most heti 25 órát tartok, és ezt egy kutya nem bírna. Tehát azért van ennyi kutya, ő azért van, mert ő nyugdíjas, és mert ő Oszkár, és a másik négy kutya viszont dolgozik, tehát ők napi szinten dolgoznak. Én mindig úgy hívom, hogy Oszkár a szent tehén, mert senki hozzá nem nyúlhat, nem bántatja. Igazándiból Oszkár a többiekről, tehát el van velük, most már egyre ritkábban kezdeményez interakciót, persze sétán van, hogy fut velük még, meg azt élvezi. Már nehezebben mozog, tehát látszik, hogy egy kicsit merevebb, kötöttebb. Tehát most, amikor elmúlt 14 éves, akkor gondoltam vele, hogy hú, hát ő mi is milyen jól tartja magát. Tehát én azt gondolom, hogy Oszkár egy nagyon teljes életet élt. Én remélem, hogy sokáig itt lesz. Ő szeret élni. Én most arra törekszem, hogy ő neki ez a pár éve, nem tudom mennyi van még, de ez a pár éve ez úgy teljen, hogy ő jól érezze magát.